Marika kedves kollégák, akadémikus társak, rokonok, ismerősök Budapestről és vidékről, érdeklődők, meggyőződésem, hogy ma 2 órától 3-ig, 4-ig Magyarország közepe ez a terem. Magyarország közepe, mert lélekből született. Nem meggondolásokból, érdekekből, spekulációkból, hanem abból a szeretetből, amelyen keresztül a magyar élő népművészet a világon az első helyen áll. Sárközi szőttes kultúra az nagyon gazdag. Én azt mondom, hogy nem csak országon belül, hanem Európában nincs még egy ilyen gazdag néprajzi tájegység, ahol ennyiféle technikákat ismertek volna a parasztasszonyok, hogy a legegyszerűbb szövéstechnikától a legbonyolultabbakig mindent meg tudtak szőni. A lehellett vékony, fátyolszerű anyagtól kezdve a zsákokig, tehát mindent meg, és hát nekem az a nagy adomány az élettől, hogy én beleszülettem ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába, és hát nekem tulajdonképpen csak el kellett tudni igazodni benne, és hát az egész életemet ezt tölti ki, ezt csinálom, ezt a mesterséget üzem 56 éve most már. Annyira megfogott a fonalaknak az a csodálatos működése, hogy a vonalrendszerek hogy viszonyulnak egymáshoz, és akkor ott a Katica néni keze által micsoda csodálatos mintakincs, milyen motivumok jöttek elő, hogy hát attól a pillanattól kezdve azt hiszem, hogy az én sorsom meg is pecsételődött, persze akkor még ez nem volt annyira tudatos, de őneki nagyon-nagyon köszönhetem, hogy nagyon szeretettel, türelemmel mutatta, lehetőséget adott, kipróbálhattam, és ez adott nekem egy olyan alapot, amiből aztán utána tudtam táplálkozni. Az 50-es évek első felében alakultak Magyarországon országszerte a népművészeti szövetkezetek. És ennek a vége, a hanyatlása például a Sárközi Népművészeti Szövetkezet 2004-ben szűnt meg. Tehát addig az ideig, akkor volt egy nagyon-nagyon felfelő, ívelő korszakok, főleg a 70-es, 80-as években, amikor nagyon nagy divat volt a sárközi szőttes. Hát aki emlékszik rá, nem lehetett úgy közlekedni az országba, hogy valamelyik étterembe, csárdába, borozóba, magállakásoknak az ablakán ne lehetett volna találni, felfedezni sárközi függönyöket. És azok igaziak voltak, azok a szövetkezetnél készültek, kéziszövött, nagyon sok asszonynak adott ez munkát, hogy bedolgozó tudott lenni a szövetkezetnél, és amikor a szövetkezet már annyira megerősödött, akkor házakat vásárolt, közös műhelyt hozott létre, és akkor ott a közösségbe szőtték, több műszakba dolgozott a szövetkezet, ugyanilyen szövőszékekkel, mint amit itt is lehet látni, amit ide elhoztam a kiállításra. Ugye ez is egy 1895-ben készült parasztszövőszék, amit az asszonyoknak, lányoknak készítettek el, és utána már öröklődött. De mindig az első tulajdonosnak volt belevésve a neve, és az az évszám, amikor ez a szövőszék készült. Kézzel készülnek, és ezeknek lelkük van. Ezek egyedi darabok. Nem tud kettő egyforma készülni. És mivel csak természetes anyagból dolgozunk, és csak kézzel, az nem hasonlítható össze egy gyári textillel, az soha nem fogja azt visszaadni, ami
abban benne van. De ezzel nem lebecsülve a gyári textileket, mert nagyon nagy szükség van arra is, de ami kézzel készül, az teljesen más. Azt, hogyha valaki nem is tudja, de érzi, és meg tudja különböztetni nagyon sok ember attól, hogy ez most kézzel készült vagy géppel. Vannak fiatalok, hál' Istennek, nagyon nagy az érdeklődés, és azt tapasztalom a hosszú pályafutásom során, hogy mostanság egyre jobban visszafordulnak a természetes dolgok fele. Egyre jobban szeretnék az emberek, tehát hogy ne legyen annyira kiszolgáltatva, tehát tudjunk valamit, hogy és hát aki megízleli az alkotásnak az örömét, az bizony megkeresi azt a helyet, ahol ezt meg tudja tanulni. De úgy abban a formában, ahogy még én akkor, amikor ebbe beleszülettem, meg a környezetemben működött, hát az idő már nem nincs, és úgy látom, hogy nem is fog visszajönni. De mindenképpen van utánpótlás, mert az évemnek egy jó részét azzal töltöm, hogy tanítom. És van, aki hobbi szinten, de van, aki teljes lélekkel beleveti magát egy-egy tájegységnek a szőttes kultúrájába, és akkor ez szerintem ez biztosítja majd azt, hogy azért nem fog kihalni és életbe fog maradni.